Na nézzük, próbáljuk le. Azt mondja, hogy hoztam be jobb híján, kémény híján egy lefolyó csövet. Azt mondja, hogy ez egy 5 szolos felvevővel készül, ott villog gyönyörű szépen, hogy megy a felvétel. Azt mondja, ott a kártya, kapcsolók, menükapcsoló, kameraváltó kapcsoló. Azt mondja, hogy a legjobb barátunk. És akkor nézzük a csövet. Azt mondja, hogy hely, okháló szoktam volna. Ez most egy mikrofonos, tehát egy hangfelvétel is készül. Hely, ott vannak a pókok. Várjál, valamit dobjunk bele, hogy cigit. Na, sikerült jól beledobni. Majd nézzük, milyen guszta képet tettek rá. Dohányzás növeli, hát meg. Mit növel? Vaksákot. Hopp, ott egy pók, basszus. Hopp, kotor a pók. Mehet a YouTube-ra, cigarettereklám, VD40 reklám. Ejj, ú, baszki, ezt kipókáztuk. Remélem majd lesz kéményes felvétel is. Ja, és akkor az oldalkamera, hogy mire való az oldalkamera. Azt mondja, hogy engedem lefelé. Azt mondja, ott engedem lefelé. És akkor odaérek, és akkor átváltok. Tehát így megyek lefelé, odaérek, átvártam, és akkor bekukucskálunk a... a csőbe, úgy. Na, és akkor visszaváltunk, és akkor bekukucskálunk. Oké. Na, mit kell még erről tudni? Azt mondja, hogy 100%-ban írja ki, hogy hol tart az akkumulátor, az elején gyorsan megindul, mert nem lineáris, hál' Istennek, ennyi pénzért. Azt mondja, írja, hogy mennyi ment le a felvételből. Ha áll a felvétel, akkor írja, hogy mennyi van hátra. Töltő, mikrofon, felvétel LED, nyúlásság, kameraváltó kapcsoló, főkapcsoló, a monitornak a kapcsolói, fény, kontraszt, szintelítettség, nyelv. Azt mondja, hogy egy biztosíték, nagyon fontos, normál 2 amperes gyári szám, természetesen. Azt mondja, hogy a DVR-nek a kevésbé használatos gombjai vannak itt eltéve. Azt a menübe lehet belépni fölfelé, a lefelénél, a fölfelénél a felvétel, a gomb is egyben a piros gomb. És akkor maga az SD kártyás felvevő ott lent, 32 gigak maximum. Hát, más erről nem kell tudni. Csinálok majd kéményes felvételt. Ja, HD-be 1240x720-ba rögzít, de ez a videó tulajdonságokból látszik. Oké. Felvétel vége. Szevasztok!